Köszöntöm a stúdiumban Szabó János képviselőjelölt urat. Önnek 10 perce lesz arra, hogy bemutatkozzon és ismertesse a programját. Öné a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt pétfürdőjek, engedjenek meg egy pár szót magamról. Szabó János vagyok, 44 éve Péten élek. Két lányom van, egy unokám, mindannyian Pétfürdőn telepedtek le. Pétfürdő életem során laktam Berhidai úton, Liszt-Ferenc úton, 11 éve lakom újra Berhidai úton a családi házomban. 9 éve humánbizottsági külsős tagként tevékenykedem, harmadszor futok neki ennek a megmérettetésnek. Szeretnék most már nem a kispadon ülni, hanem hatékonyan részt venni a település irányításában és a helyi ügyeknek a kezelésében, rendezésében. A végig gondolok a 9 éven, akkor azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon sok minden megtörtént, nagyon sok minden nem történt, amit én szerettem volna, de most van egy olyan helyzet Pétfürdőn, hogy egy picit a fejlesztésünk és a fejlődésünknek a további menete az egy picit úgy látom, hogy megrekedt, tehát egy kicsit a költségvetésünkből kifogyott a pénz, ezért mindenkitől azt hallom itt, hogy újra kell gondolni. Én azt szeretném mindenkinek mondani, nem újra kell gondolni, hanem különböző helyekről pénzt kell ebbe a költségvetésbe bevonni. Elhanyagoltuk a kapcsolatainkat az állammal, a kormánnyal, mindenkit támogat, mindenkinek, akinek épkézláb ötlete van, segít. Ehhez viszont az kell, hogy egy ütőképes, a hadrafogható képviselő testületet szavazzanak meg önök, akik hajlandóak ezért dolgozni, hajlandóak újra kinyitni a település kapuit a külvilág felé, a külső környezetünk felé, a közömbölő települések felé, az állam felé, a kormány felé, és pályázzanak mindenre. Ahhoz, hogy ez működőképes legyen, és azokat a pénzeket be tudjuk vonzni adani a településbe, amik hiányoznak elképzeléseink az álmainkhoz, ahhoz az kell, hogy kell egy 10 éves komoly programot létrehozni a testületnek, amiben minden olyan dolgot beleír, ami a pétfürdői emberek igénye. Ezért csináltunk egy felmérést itt az elmúlt hónapokban, hogy megtudjuk, hogy mik azok. Ezért kell még egy csomót, tehát nem csak kifelé, nem csak az állam, nem csak a kormányzat felé kell nyitni, nem csak a különböző településeink felé, hanem gyakorlatilag a képviselőtestületnek a lakosság felé is nyitni kell. Mert én olvasatomban a képviselet az azt jelenti, hogy azokat az embereket képviselem, akivel egy településen élek, ha már ők rám szavaztak, és azt szeretnék, hogy én legyek az, aki az ő igényeiket, óhajukat, panaszaikat, bajukat a képviselőtestületbe döntésre vigye, vagy megoldást keressen rá. Tehát ki kell nyitni minden irányba, a belső kapuinkat is, a külsőt is, és meg kell keresni azokat a lehetőségeket, amivel tudunk élni. Én 8. éve egy idősek otthonának az igazgatója vagyok. Rengeteg önkormányzattal kapcsolatban vagyok, mert megkeresnek és kell segíteni. Én is megkeresem őket és kell segíteni. És azt látom, hogy hovatartozástól függetlenül azok a települések vannak előnybe, akiknek van egy ütőképes, hadrafogható képviselőtestületük. Egységben vannak, és azonnal reagálnak mindenre, ami történik, és ami az ő lehetőségeikhez kell, arra azonnal reagálnak, és azonnal döntenek, és azonnal nekifutnak mindennek. Ehhez kell egy országgyűlési képviselőnkről is egy élő kapcsolat, szinte napi kapcsolat, hogy ő a saját lobby erejével dolgozzon a településért, hogyha már a miénk, és azt látom, hogy azokon a településeken, ahol én megfordulok, ott nem úgy kezdődik a település, hogy az egyik oldal az gyár és üzem és nagy üzem, hanem nincs ott semmi. Ha beérünk a településbe, akkor viszont nagyon sok mindent látok. Ugyanúgy vannak házak, utcák, intézmények, minden. Tornacsarnokuk is van, mindenük van. Csak ők ezért megdolgoznak. Volt olyan időszak, hogyha most valaki ezért engem meg akar kövezni, amikor valahol a mi településünk abba a kategóriába esett, amikor ezekhez a dolgokhoz nem fért hozzá. Azonban azért múlik az idő, jelen pillanatban olyan lehetőségek vannak, amiben mi is hozzáférünk, mi is benne vagyunk, mi is érhetünk vele, hát ezeket ki kell használni. Költségvetés rendbetétele még mindig, ez mindenkit nagyon izgat. Azt gondolom, hogy a költségvetés rendbetétele az egy nagyon fontos dolog, csak azt nem szabad elfelejteni, hogy van egy intézményrendszerünk, ami működik, ami jól működik.
sorolhatnám, közösségek, családsegítő, óvoda, bölcsöde, iskola, orvosi rendelők, egyebek. Költségvetés rendbetételen azt jelenti, hogy ezektől az intézményeknek a működéséből veszünk el pénzt, és akkor valamire majd lesz. Ezeknek az intézményeknek működni kell, mert ez ugyanúgy a mi településünkhöz tartozik, ugyanúgy az itt élő embereknek készült, őnekik lett létrehozva, és az ő életüket határozzák meg, az ő kulturális életüket, orvosi panaszaikat, gyermekelhelyezési gondjaik, lesz azt. Tehát a költségvetés rendbetételen azt jelenti, hogy a már meglevő, létrehozott, működőképes dolgainknak a pénzügyi lehetőségeit kurtítsuk meg, hanem ami hiányzik pénz, azt most már ne erőlködjünk azon, hogy saját magunk csináljuk meg, hanem igenis keressük meg hozzá azokat a pénzeket, azokat a lehetőségeket, amik egyébként rendelkezésre állnak. Képviselőként van 5-6 olyan dolog, amivel mindenképpen szeretnék foglalkozni. Már említettem, a nyitott önkormányzat. Nyitni kell mindenfelé. Nem lehetünk így bezárva, nem lehetünk magunkra utalva, hogy, mi majd megoldjuk a saját gondjainkat. Van egy csomó olyan lehetőség, ami ott környező települések nélkül nem oldható meg. Tehát őket be kell vonni, élő, komoly kapcsolatot kell kiépíteni velük, amennyiben ővelük együtt lehet megoldani valamilyen olyan dolgot, amire nekünk is nagy szükségünk van, akkor az közösen kell. Itt is nagyon fontos az, hogy egy egységes, időképes, hadrafogható testület legyen, akik ezért hajlandóak dolgozni. Nem azt mondom, hogy az eddigek nem dolgoztak, de ha most forrásokat akarunk behozni ebbe a településbe, hogy lehető legrövidebb idő alatt elérjük azokat, amire vágyunk mondjuk 10 éve, akkor ez plusz munkát jelent. Ez plusz ismereteket jelent, plusz kapcsolati, nagyon-nagyon-nagyon sok időt vesz igénybe. Erre, aki most képviselőnek szánja magát, vagy ajánlja magát, vagy szeretne az lenni, akkor ennek át kell gondolni a dolgait, nekem is. Én is nagyon sokat dolgozom, amennyiben képviselő leszek, akkor az alapmunkában kívül minden más egyéb tevékenységemet föl fogom adni, hogy legyen időm azzal foglalkozni, ami a település érdeke. Tehát nyitott önkormányzat. Kifelé, befelé, polgárok felé, nyitunk el a vállalkozások felé is, ami egyből a második pont a gazdálkodás. Szüksége van a településén élő vállalkozóinknak telephelyekre, szüksége van azoknak, akik ide akarnának esetleg települni telephelyre, gyakorlatilag olyanunk most nincs. Rendezési tervünkben viszont vannak területek, tehát azt mindenképpen gyorsan meg kell valamilyen úton, módon oldani, hogy ezek a települések piacképesek legyenek, és ide tudjanak települni vállalkozások, vagy a bent a településen működő vállalkozások, akik mondjuk az ott élőket igencsak zavarják, ők tudjanak már végre egy olyan helyre települni, ahol nyugodtan dolgozhatnak, és tényleg a 10-20 éve megalapított cégük végre egy patinás cégé tudjon fejlődni. Közbiztonság, közrend. Olvassuk a rendőrségi jelentéseket évről évre, legalábbis én 9 éve olvasom. Alapvetően mindig azt hozza ki a rendőrség, hogy rend van. Meg a heti, hétvégi dolgokat nézem Pétfürdőn, akkor nincs rend. Tehát vannak rendeletek, amik megszűntek, ugye, mert központilag szabályoztak különböző dolgot, és akkor helyi rendeleteinket bele kellett ebbe vonni. De azt gondolom, hogy most már el kellene oda jutni, hogy azoknak, akik egy településen nem tudnak úgy élni, ahogy az összes többi ember él, és ezzel a magatartásukkal zavarják a többi embert. Elnézést. Akkor igenis ott érvényt kellene szereznie a jognak, és azokat az embereket megbüntetni, meg dolgok, valamit csinálni velük, hogy ezeket a tevékenységeket adják abba. Hát az éjszakai tivornyákról, a falu közepén levő folyamatos dolgokról beszélek, néha a kiskertekben elszabaduló dolgokról, tehát ezeket a dolgokat megnyugtató módon kezelni kell. Azt nem mondom, hogy ezt egyik napról a másikra meg lehet szüntetni, de az, hogy ez következmények nélkül folyamatosan menjen, azt mindenképpen meg kell akadályozni. Közbiztonság, közrend. Gyalog átkelőjekre hallok nagyon sok panaszt, tehát ezeket fölül kell vizsgálni, és erre egy mindenki számára megnyugtató megoldást kell csinálni, vagy úgy kell megcsinálni, hogy ez mindenkinek elfogadható legyen.
katasztrófavédelemnek a helyi emberével is kellene egy kicsit foglalkozni, hogy legyen egy ember, aki képben van azzal, mi történik körülöttünk, és aki tud tájékoztatni embereket, vagy meg tudja tenni a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy valamilyen veszélyhelyzetet vagy vészhelyzetet el lehessen hárítani. Akadálymentesítés. Tehát végigjártam a településünket, van egy unokám is babakocsival kellett jönni-menni. Lejárt az időn. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen, hogy itt voltam. Aj, de rövid ez a 10 perc.